Minden ember egyéniségként születik, de a legtöbben sajnos másolatként halnak meg. Ha annyira szerencsés vagy, hogy te még azt érzed, hogy különbözöl a többiektől, akkor kérlek, hogy ezt ne érezd hibának, és ne az érezd, hogy neked kellene megváltoznod. Hadd meséljek el erre egy tanúságos történetet, ami a vízájáró vadászkutyáról szól. Amikor a gazdája észrevette, hogy milyen kivételes képességei vannak, akkor arra gondolt, hogy telekürtöli vele a világot, hogy az ő kutyája bizony tud a vízen járni. Utána tovább gondolt az egészet, és arra jutott, hogy inkább megvicceli a környezetét ezzel, hadd vegyék észre ők maguk, hogy milyen kivételes képességekkel rendelkezik az ő kutyája. Ezért elhívta a komáját vadászni, és amikor elmentek, akkor arra törekedett, hogy a vadkacsát a víz felett lője le, és amikor az leesik a vízre, akkor a kutyája majd kihozza, anélkül, hogy elmerülne a vízben. Így is történt, a vadász várta a vadkacsát, a víz fölött lelőtte, a kutyája pedig elindult, a víz tetején besétált, és a szájában kihozta a vadkacsát. És hát közben a vadász várta a komájától az elismerést, nézett rá, hogy akkor most kiderült, hogy mire képes a kutyája, de a koma nem szólt egy szót sem. Tanástalanul tapasztalta a történteket a vadász, utána azt mondta, megpróbálom még egyszer. Megint jött a vadkacsa, megint lelőtte a víz felett, kutya megint besétált, megint kihozta a szájába, megint letette eléjük. A vadász várta a reakciót, komától semmi. Aztán a harmadik ilyen szituáció után azt mondta a vadász, hogy ide figyelj, koma, egy valamit nem értek. Azt nem vettél észre valamit, hogy valami különleges lenne az én kutyámban? És erre azt mondta a koma, hogy hát figyelj, nem akartalak megbántani, mert te hívtál le vadászni, nem akartam veled udvariatlan lenni, de én azt gondolom, hogy ez a kutya nem tud úszni. Remélem, kellő tanúságot adott számodra is ez a történet, hogy egész egyszerűen a külvilágnak van egy elvárása velünk kapcsolatosan, hogy milyennek kellene lennünk, milyen a normális ember, milyen az, amilyen keretek között kellene élnünk, és hogyan kellene a világra és a körülöttünk lévő dolgokra tekinteni. Ez nem egy lázító gondolatsor akar részemről lenni, inkább csak azt szeretném, ha tudnád, hogy a konformitás az a legnagyobb ellensége a kreativitás megvalósulásának, és a legbiztosabb út ahhoz, hogy az ember belül elkezdjen haldoklani. Tehát én arra biztatlak, hogy merj önmagad lenni, nem bántva másokat, nem mások rovására, hanem a saját boldogságodra. Találd meg, hogy mi az, ami benned olyan, mint ennél a vízen járó vadászkutyánál, hogy egyszerűen imádod és élvezed, és más vagy, mint a többiek. És kérlek, ha vagy olyan szerencsés, hogy különbözöl, akkor ne akarj megváltozni, és cáfoljuk meg ezt a mondást közösen, hogy minden ember egyéniségként születik, de a legtöbben másolatként halnak meg. Én arra biztatlak, hogy egyéniségként éljük az életünket, egymást segítve, egymást szeretve, egymást emelve, hiszen ez a legtöbb, amit a világnak adhatunk.